Ezek a felvételek múlt hét pénteken készültek a Tokaji út és a Sátor utca kereszteződésében, amikor egy 33 éves, rutinos motoros balesetet szenvedett. A sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen életét vesztette. Mindezt február közepén, amikor még azt mondjuk messze a motoros szezon kezdete. Mennyire játszott közre, mennyire nem az időjárás, az biztos, hogy a gumi, az aszfalt, a hőmérséklet, ez egy befolyásoló tényező, hogy a motor mit tud, tapadási tényezők. Mindenképpen én azt ajánlom a motoros társaknak, motoros barátoknak, hogy várjunk még, legyünk türelmesek, hiszen a februári időjárás nem igazán a motorozásról szól. Én úgy gondolom, készítsük elő a motorokat, készítsük fel a szezonra, várjuk meg a márciust, akár még az április is, mikor nem csak magában az aszfalt meleg, a gumi melegen tud tapadni, hanem a komfortérzetünk is olyan, hogy a motoron biztonságban tudunk ülni és motorozni. Pár hónapos kihagyás után még az edzett, több éve motorozóknak is eltompulnak a reflexei, így azokat be kell járatni. A körültekintő motorozás a közlekedők miatt is fontos, hiszen jó pár hónapig az autósok sem láttak motorosokat, így nekik is újra meg kell szokni a jelenlétüket az utakon. Az első napsugarak megérkezésével sok motoros indul útnak, és sok újonc is kedvet kap a motorvezetéshez, annak elsajátításához. Szerintem olyan év elé nézünk, ami rég volt már. Jelen pillanatban az iskolánknál olyan 70 fő vár motorozásra, akik már az elmúlt év végén megtették a első lépést. Keresztvizsga. Van olyan közöttük, akik már rutinból sikeres vizsgát tettek az elmúlt év szezon végén, és várják most nagyon-nagyon a jó időt, hogy folytathassák, és forgalomból menjünk vezetni. Ezek a motorosok biztos vagyok benne, hogy ebben a szezonban fognak motorozni, hiszen ők időben elkezdték. Aki szeretne motorozni ebben a szezonban, én javaslom, ajánlom, hogy minél hamarabb keresenek autós iskolát. A motorozás több szempontból is veszélyes. Egyrészt a láthatóságuk mindössze a 70-80 cm-es vászélesség, másrészt azonban ehhez erőteljes gyorsulás társul. 4 másodperc alatt elérheti egy kétkerekű a 100 km/h. Vagyis ahol az egyik pillanatban még szabadnak tűnt az út, ott 2 másodperc múlva már lehet, hogy egy motorost látunk. Érdemes gyakran nézni a tükröket, hogy mindenki épségben hazaérjen.